vigasztal bennünket, egyetlen egy kormány sem lehet nyugodt, amíg akár az országunk egy-egy pontján, vagy különálló régióiban a jövedelem különbségek túl nagyok, vagy nem teremtődik meg az esély arra, hogy az ember a munkája, szorgalma és tehetsége szerint érvényesüljön. Számcsatában azért nem bocsátkozunk bele, mert egy szegény is probléma, hogy még 4 millió, 5 millió, 2 millió, vagy 3 millió. A kormány a költségvetését nyilvánvalóan, hogy arra alapozza, hogy megpróbál mindenkinek segíteni. Az első részben, az első fél órában arról beszéltem, hogy gyereket nevelőket, hogyan próbálunk segíteni, otthonteremtőket, hogyan próbálunk segíteni. Ezek közül akár a teremben ülőket is beleértve, akár mindenki lehet szegény, tekintettel arra, hogy az európai jövedelem viszonyokhoz képest a magyar kereset, az európai kereset vásárlóértékének 30%-a, 30-40%-a. Még egy utolsó kérdés, akkor mennyiben változott az elmúlt időben? Nem tudom, hogy látta-e azt a számot, hogy az óvodába járó gyerekek 10%-ának kell fizetni, illetve a szüleinek. 90% ingyen kapja a gyermekétkeztetést. Annak nem kell fizetni, ahol az egyfőre eső jövedelem a nettó 80 ezer forintot havonta meghaladja. Ez 10%. Az elmúlt évben hogyan változott? Ez az 1 millió 9, ez 2010-ben mennyi volt? Az európai kutatások szerint csökkent a magyarországi szegénység. Az Eurostat adatai és a KSH adatai szerint csökkent ez a mutató Magyarországon kismértékben. A magyar kormány pillanatig nem vitatja a fontosságát és súlyosságát. Lépésről lépésre tudja az egyébként örökölt szegénységi mutatókat csökkenteni. Nem hiszem, hogy statisztikai számokról kéne vitáznunk, hanem azról, hogy mondjuk hogyan lehet ezt megoldani, ezt a helyzetet. Azt gondolom, hogy a magyar kormány célkitűzése az, hogy a szegénységen a legfontosabb közben a munkahelyteremtés, az egy érdemi vita alap. Ha ezt valaki vitatni akarja, akkor erről érdemes vitatni.